2010-ben Vízváron rendezték meg az önkéntes tűzoltók első fokozatú versenyét. Az eseményre a Somogy megyei Tűzoltó Szövetség főszervezésében került sor. A lebonyolításban és a zsűrizésben azonban több szervezet, köztük a barcsi és a nagyatádi tűzoltók is tevékenyen részt vettek. A megmérettetésre a barcsi és a nagyatádi körzetből érkeztek játékosok. A fogadó Vízvár mellett nagyatádi, lábodi, görgetegi, iharosberényi, mikei, csokonyavisontai, valamint segesdi versenyzők mérkőztek meg egymással. A lelkes csapatok különféle versenyszámokban bizonyíthatták erőnlétüket. Váltófutás, akadálypálya, fecskendő összeszerelés, célbalövés, valamint tűzoltási teendők vártak a résztvevőkre. A Lábodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai minden évben részt vesznek ehhez hasonló rendezvényen. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára minden évben, így már hagyomány, hogy minden évben megrendezik évente, tehát egy alkalommal a tűzoltóversenyt, az idén pedig a vízvári önkormányzat, illetve a Vízvár településen zajlik az esemény. A lábodi tűzoltók az elmúlt évben is szép eredményt értek el, ezért idén is igyekeztek minél kiemelkedőbb teljesítményt nyújtani. 2010-ben is több csapat tette próbára képességeit. Minden évben igyekszünk több csapatot is kiállítani. Az ifjúsági csoportot vagy ifjúsági csapatot az idei évben nem sikerült. Egy lánycsapatunk van, meg is természetesen a férfiak. Összesen 26 csapat jelentkezett a versenyre. A játékos küzdelemben gyerekek, ifjúsági csoportok és felnőttek is részt vettek. A vetélkedésből még a hölgyek sem maradtak ki. Igazándiból férfias sport, illetőleg férfias tevékenység a önkéntes tűzoltósdi. Régen nagyon nagy hagyománya volt annak településeken, hogy a nők is indulnak és beneveznek. Ez elsősorban attól függött, hogy a településen az általános iskolás korosztályt mennyire lehetett ezzel a tevékenységgel megfertőzni, mert még az úttörős időszakban voltak olyan szakkörök, mint például a tűzoltó szakkör, ami nagyon tartalmas kikapcsolódást, illetőleg lehetőséget biztosított a gyerekeknek, és ők felnőve folytatták. Az utóbbi időben azonban felismerték, a lányoknak is tetszik ez a fajta életmód és sport. A tűzoltóknak, bár rengeteget készültek a megmérettetésre, nem csupán a versenypályán kellett helyt állniuk, hiszen a mindennapok eseményei számos kihívást és feladatot jelentenek számukra. A csapatok a verseny előtt készülnek, de most az elmúlt időjárási viszonyai bizonyították, hogy nem csak a versenyre kellett készülniük, hanem az effektív kárelhárításban, a csapadék vízvezetésben, most belvízveszély van, abban vihar esetén a favágásokban segítkeznek. A versenyzők nem panaszkodhattak az eredményüket illetően. A lábodiak közül ezúttal a hölgyek bizonyultak ügyesebbnek. Felnőtt női kategóriában ugyanis első helyezést értek el a lábodi résztvevők, míg a férfiak az ötödik helyen végeztek. Kategóriájában szintén első helyezést ért el a nagyatádi Coats Craft Hungary Kft. Együttese.